2018-ban a kormány még úgy számolt, hogy nem lesz költségvetési vonzata a Fudan Egyetem beruházásnak, jelentette ki Tóth Bertalan. Az MSZP társelnöke ezzel kapcsolatban egy akkori kormányzati hatásvizsgálatot is bemutatott. Azóta azonban kiderült, a kormány több mint 500 milliárd forintnyi hitelt vesz fel a megvalósításhoz. Az ügyben kerestük az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, akik válaszukban azt írták, a kormány a magyar fiatalok korszerű képzése érdekében hozná Budapestre a világ 31. legjobb egyetemét. Ebben a hatásvizsgálatban megmutatom, az szerepel, hogy az előterjesztésbe foglalt megállapodás nem keletkeztet költségvetési kötelezettséget. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban még arról volt szó, hogy egy fillérbe nem fog ez kerülni a magyar adófizetőknek. Az MSZP társelnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban beszélt arról, hogy az eredeti tervekhez képest most már ott tartunk, hogy a kormány több mint 500 milliárd forintot kíván elkölteni a Fudan Egyetemre, ami családóként 440 ezer forintot jelent. Karácsony Gergely teljesen abszurdnak tartja a kínai elit magánegyetem felépítését. A főpolgármester egyebek mellett erre is kitért az egyenes beszédben. Hogy miért éli meg a magyar kormánynak az, hogy óriási összegeket, 100 milliárdokat költsön egy kínai elit magánegyetemre, ahelyett, hogy Magyarország egyébként legértékesebb és legfontosabb fejlesztési területén orvosolná azt az nagyon nagy problémát, hogy Budapesten nincs elég kollégiumi férőhely. Ez egyszerre óriási probléma azoknak a családoknak, akiknek a gyerekei talán éppen ezért nem tudnak Budapesten tanulni, vagy ha jönnek, akkor tényleg a gatyájukat is kifizetik egy albérletért. Népszavazás döntsön erről a projektről, és pont Baranya Krisztina Ferencváros polgármestere hozzátette. Ha sikerül összegyűjteni a szükséges 200 ezer aláírást, akkor az országgyűlési választásokkal egy időben népszavazás dönthet a Fudan Egyetem budapesti kampuszának beruházásáról. Az, hogy itt magyar adófizetői forintokból, ráadásul borzalmas nagyságrendű 550 milliárd forintos nagyságrendű beruházással egy 3 millió forintos féléves tandíjú magánegyetemet építsünk, az nincsen rendben, és én azt gondolom, hogy ezt egy népszavazáson el is lehet dönteni, és felmérésekből tudjuk, hogy a Fidesz szavazók nagy része is elutasítja ezt a projektet. Az ügyben kérdéseinkkel megkerestük az Innovációs és Technológiai Minisztériumot. Válaszukban azt írták, a kormány a magyar fiatalok korszerű képzése érdekében Budapestre hozná a világ 31. legjobb egyetemét. A kérdésben hatástanulmányok és tervek ismeretében lehet majd dönteni, népszavazáson kikérve az érintettek véleményét.